Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Amerikai kutatók korábban ismeretlen csatornákat fedeztek fel az agy és a koponya között. A koponyacsontban levő sejtpopulációk kommunikálhatnak direktbe az általuk termelt anyagok révén, az agyi állományban levő sejtekkel, illetve maguk a sejtekbe vándorolhatnak, és ott gyulladásos folyamatokban részt vehetnek, illetve akár sérülést is okozhatnak. A bizonyítékon alapuló orvoslásra hívja fel a figyelmet a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya. Az áltudományok elleni harcnak egy igen fontos eszköze, hogy exakt módon, tudományos módszerekkel meghatározható az, hogy egy eljárás hasznos-e a betegnek, vagy nem hasznos. Amerikai kutatók korábban ismeretlen csatornákat fedeztek fel az agy és a koponya között. A járatokon azon immunsejtek közlekednek, melyek az agy szöveti károsodásaira adnak reakciót. A kutatás arra mutat rá, hogy a koponyacsont saját csontfelő állományában is vannak olyan immunsejtek, amelyek helyben képződnek, mondta Dénes Ádám, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet neuroimmunológiai kutatócsoportjának vezetője. Roszkonyi Ádám interjúja. Egy picit szerintem távolabbról kell indulni, hogy meg lehessen érteni ennek a legújabb kutatásnak az üzenetét. Alapvetően az idegrendszer és ezen belül az agy egy olyan szerv, ami nagyon sok ok miatt el kell, hogy legyen zárva a perifériás immunfolyamatok elől. Ennek részben az az ok, hogy az agynak nagyon speciális keringése van, nagyon speciálisan nagy az energiaigénye, illetve a perifériás immunfolyamatok, amik mondjuk gyulladást okoznak, amikor az ember megszúrja az ujját egy tüskével, és ott napokig nem tudja használni az ujját. Ezek a nagy károsodást okozó immunfolyamatok, ezek nagyon veszélyesek lehetnek az agyban, hiszen az idegsejtek nagyon sérülékenyek és nagyon nehezen pótolhatók. Ezért az agy esetében a perifériás immunsejteknek nincs általában megengedve, hogy szabadon őrjáratozzanak az agyba, illetve agyi gyulladás esetén szabályozottan zajlik a beáramlásuk az agyba. Ezzel párhuzamosan a központi idegrendszernek van egy saját immunkompetens sejttípusa, és ezt úgy hívják, hogy mikroglia, és ez a mikroglia sejt populáció, ez egy önfenntartó populáció az agyban, és ez szabályozza gyakorlatilag az agyi gyulladásos folyamatokat, illetve számos egyéb funkciót is ellát, például az idegsejteknek a védelme vagy a sérült idegsejtek eltakarítása. Na most, ha az agyban történik valamilyen akut gyulladásos esemény vagy sérülés, legyen ez akár egy fertőzés, vagy egy stroke, vagy például egy traumatikus agysérülés, akkor az agyat védő úgynevezett véragygát, ami az agyi erek kapillárisok falában meggátolja, hogy a keringésben levő anyagok és immunsejtek bekerüljenek az agyba, meg szokott bomlani, és ezen a sérült véragygáton keresztül immunsejtek a keringés felől be tudnak menni az agyszövetbe. És amit lehet látni egy sérült agyba, az az, hogy órákkal, napokkal a stroke, vagy traumatikus agysérülés, vagy enkefalitis után ezek a perifériás immunsejtek bemennek az agyba, és komoly sérülés is tudnak helyenként okozni, minden esetben nagy gyulladást okoznak. Na most eddig a vita arról volt, hogy ezek az immunsejtek honnan jönnek. Normális esetben, ha a szervezetben történik egy sérülés vagy gyulladás, akkor az ott szabadon őrjáratozó immunsejtek mennek be először a gyulladás helyére, és utána ezeknek a második, harmadik hulláma jön az erek falából, illetve később aztán a csontvelőből, amelyik ki tud dobni nagy mennyiségű friss sejtet a keringésbe, és aztán kezdenek el differenciálódni ezek a sejttípusok olyan irányban, amit az adott fertőzés vagy sérülés igényel, de mindenképpen szabadon a keringésbe levő sejtek mennek be az agy esetében. Nagyon régóta van vita arról, történik egy sérülés, akkor honnan mennek be a sejtek, és mindenki azt gondolta, hogy ezek a tradicionális útvonalat használják, azaz a keringés felől, a csontvelőből, illetve az egyéb immunszervek felől fognak beáramlani az agyba. Ez a legújabb kutatás azt jelzi, hogy a koponyacsontnak a saját csontvelő állományában vannak szintén olyan immunsejtek, amik ott helyben képződnek. Ezek nyilván kisebb mennyiségben vannak jelen, mint mondjuk egy nagy csöves csontban, ahol a csontvelő mennyisége sokkal nagyobb. És ha van egy agyi sérülés, itt konkrétan ebben a kutatásban egy stroke modellt használtak, illetve egy agyhártya gyulladás modellt, akkor a sejtek nagy része, ami oda bevándorol akuttan, órákon belül a keringés felől, az nem a szisztémás keringésből, hanem konkrétan a koponyacsontnak a csontvelő állományából jön, speciális csatornákon keresztül, amik ezt a koponyacsont csontvelői állományt összekötik az agyhártyákkal, és ennek mutatják meg részben a funkcionális lehetséges szerepét, illetve azokat az anatómiai struktúrákat, amik eddig nem voltak ismeretek, amik összekötik ezt a koponyacsonti csontvelőt az agyhártyák terével. Mi a mostani felfedezésnek a jelentősége? Ezek a csatornák milyen szerepet tölthetnek be az agy egészségének megőrzésében? Nagyon régóta ismert, hogy a keringésben levő különböző immunsejt populációk, például a T-limfociták vagy neutrofil granulociták, amelyeknek normálisan nem nagyon van megengedve, hogy bemenjenek az agyszövetbe, termelnek olyan
tápanyagokat, amik hatnak az agyi gyulladásos sejtekre, például az előbb említett mikrogliára, és fordítva az agyi különböző gliális sejteknek is vannak olyan anyagai, amik hatnak ezekre a perifériás immunsejtekre. Ez idáig nem nagyon volt ismert, hogy ezek a sejtek normális esetben hogyan találkoznak egyáltalán. Nem olyan régen sikerült felfedezni, az agynak van egy saját nyírokrendszere, amiben az immunsejtek kisebb mennyiségben vannak jelen, mint a periférián, és nem nagyon vették észre. Ez nem a jelentik, hanem egy korábbi publikációs sorozat, egy pár évvel ezelőtti publikációs sorozat mutatja, és gyakorlatilag ezen keresztül rengeteg agyban termelődő méreganyag takarítódik el, illetve immunsejtek is használják ezt az útvonalat. Na most a felfedezés jelentősége lehet az, hogy megmutatja azt az anatómiai és funkcionális struktúrát, amelyen keresztül a keringésben levő immunsejtek, illetve azok, amelyek aztán a koponyacsontnak a csontvelő állományába kerülnek be, kommunikálhatnak akár egészséges állapotban ezeken a csatornákon keresztül az agyi gyulladásos sejtekkel, illetve az ott lévő immunkompetens sejtekkel, és gyulladás, fertőzés, agyisérülés esetén, ne adj Isten krónikus neurodegeneratív állapotok esetén, amiről az adott cikk nem szól, de nyilván ezt is fel lehet vetni. Ez a koponyacsontban levő sejtpopuláció, vagy sejtpopulációk kommunikál hatnak direktbe az általuk termelt anyagok révén, az agyi állományban levő sejtekkel, illetve maguk a sejtek bevándorolhatnak, és ott gyulladásos folyamatokban részt vehetnek, illetve akár sérülést is okozhatnak. Ha ez így lenne, az azt jelenthetné, hogy a koponyacsonti csontvelőben állomásozó sejteknek a modulálásával, ennek a populációnak a gyógyszeres befolyásolásával például lehetne nagyon sok idegrendszeri kórképbe belenyúlni, mert ez egy viszonylag jól definiált hely a koponyacsont, és hogyha ezek a sejtek máshol nem mennek, akkor ahogy csontvelő transzplantáció esetén mondjuk egy új csontvelőt viszünk be a szervezetbe, lehetne akár ezt a koponyacsonti csontvelőt szelektíven befolyásolni, és ezáltal az agyi gyulladásos folyamatokat csökkenteni, vagy akár a neurodegeneratív betegségekben, vagy akut agyi sérülés után fellépő gyulladásba kísérletesen beavatkozni. Azt hozzá szeretném tenni, hogy bár nagyon érdekes a téma, és anatómiai szempontból valóban érdekesnek és újszerűnek tűnnek ezek a struktúrák, egy ilyen jellegű felfedezés esetén az ördög mindig a részletekben rejtőzik, és nagyon fontos lesz további kísérletekkel megerősíteni azt, amit itt a kutatók viszonylag gyorsan és nem túlságosan nagy elemszámon elvégzett kísérletek alapján mondanak, ugyanis elképzelhető, hogy egy ilyen rendszer létezik. A nagyon nagy kérdés az, hogy milyen súlya lesik latban az ott koponyacsonti csontvelő állományban levő sejtpopulációk oldaláról az agyi betegségekkel kapcsolatos folyamatokban az ő kommunikációjuk, illetve a személyes szerepük, tehát azaz, körülbelül milyen arányú egy stroke vagy egy más agyi gyulladásos folyamat során a beálló sejtek milyen aránya jön ebből a koponyacsonti csontvelőből, és ezek a sejtek, ha innen jönnek, akkor mutatnak egy különbséget a periférián levő hasonló sejtípusoktól, tehát például a neutrofil granulocyták, amiket ők említenek, amik a keringésben is nagyon sokan vannak, azok, amik itt a koponyacsontban keletkeznek, és a koponyacsonti csontvelő állományból jönnek be az agyba, ezek funkcionalitását tekintve hasonlóak vagy különbözőek bizonyos folyamataikban, mely esetben, ha különbözők lennének, akkor lehetne szelektíven ezeket különböző kezelésekkel vagy farmakológiai módszerekkel befolyásolni, bátolni, serkenteni annak fényében, hogy az általuk kifejtett folyamatok hasznosak vagy károsak egy bizonyos vagy időlás tekintetében. Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk. Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik. A génszerkesztés esélyt adhat az egyik legismertebb genetikai eredetű izomsorvadás, a Duchenne-féle izomdisztrófia kezelésére. E betegségben egy mutáció miatt sérül az izmok működésében kulcs szerepet játszó disztrofin nevű fehérje termelése, így a beteg izmai folyamatosan elsorvadnak. Végül pedig a szív vagy a tüdő működése is leáll. A kutatók már korábban azonosították a betegség kialakulásáért felelős mutációt, most azonban a CRISPR-Cas9 nevű genomszerkesztési eljárás segítségével ki is tudták javítani. Az egereken végzett sikeres beavatkozások után a Texasi Egyetem kutatói most kutyákon is kipróbálták az eljárást. Ez azért fontos, mert a kutyákban az emberéhez hasonló mutáció felelős a betegségért. A kutatók megdöbbentően jó eredményeket kaptak. 6 héttel a kezelés követően a szívizomban a disztrofin mennyisége csak nem elérte az egészséges szintet, de a rekeszizomban és a bicepsben is 50% feletti értéket kaptak. A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy az emberi terápiához még rengeteg kockázati tényezőt tisztázni kell, hiszen az eljárásban fontos szerepet játszó fehérje immunreakciókat válthat ki, és kétséget kizáróan bizonyítani kell azt is, hogy a génszerkesztés biztosan nem érinti az örökítőanyag más részeit.
A rákos sejtek változásait figyelő mesterséges intelligencia életeket menthet. Állítják a londoni rákutató intézet munkatársai, akik az új módszer segítségével tárják fel egyes tumorfajták növekedését. A Revolver névre keresztelt mesterséges intelligencia a tumorfejlődés olyan eddig rejtett folyamatait térképezi fel, amelyek révén a daganat képes a terjedésre és a kezeléseknek való ellenállásra. A módszer segítségével az orvosok az eddigieknél korábban azonosíthatják a daganat stádiumát, ami a kezelés megválasztásához alapvető fontosságú. Először ment át egy halfaj a tükörteszten. Ez a klasszikus kísérlet annak megállapítására, hogy egy állatnak van-e éntudata. Korábban csak intelligensnek tartott állatok vették ezt az akadályt, például emberszabásúak, delfinek és elefántok, legutóbb pedig a nagyon okosnak tartott szarkák is. Masanori Koda és kollégái az Oszakai Egyetemről most tisztogatóhalaknál próbálták ki a módszert. Az első pár napban 10-ből 7 hal folyamatosan nekirontott a tükörképének, de aztán megváltozott a viselkedésük. Táncolni kezdtek a tükörképük előtt, ami nem jellemző a természetben, ha fajtársukkal találkoznak. A kísérlet folytatásaként 8 hal fejét megjelölték, úgyhogy a jelet csak a tükörben láthatták. Ezután 7 példány sokkal több időt töltött a tükör előtt, ráadásul csak olyan testhelyzetekben, amiben láthatták a jelölést, sőt néhányuk meg is próbálta levakarni magáról. A kutatócsoport szerint eredményeik alátámasztják azt az elméletet, miszerint az öntudat kialakulása sokkal inkább kapcsolódik az állat szociális viselkedéséhez, mint az agy méretéhez. Stigma. A holnap világa. Tudomány első kézből. Új állásfoglalást adott ki a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya, a bizonyítékon alapuló orvoslás elvei és a komplementer eljárások címmel. Ebben leszögezik, elengedhetetlen, hogy a terápiás eredményeket az alternatív medicina esetében is tudományos módszerekkel bizonyítsák. Mandl Józseffel, az állásfoglalás egyik szerkesztőjével, a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának tagjával beszélgettem. Minden tudományterületnek van egy áltudományos része, hogy egy jó képzavarral kezdjem, mert hogy minden területen vannak olyan nézetek, amiket áltudományosnak gondolunk. Ez valamennyi tudományterület problémája, azonban az orvosi tudományok területén van egy nagyon sajátságos szempont, ami az áltudományok elleni harcnak egy igen fontos eszköze, nevetesen az, hogy exakt módon, tudományos módszerekkel meghatározható az, hogy egy eljárás hasznos-e a betegnek, vagy nem hasznos. Segít-e, vagy pedig nem segít esetleg át. Ez azt hiszem, hogy egyedi az orvos tudományok esetében a többi tudományterülettel összehasonlítva. Amiért ezzel kezdem, az az, hogy az orvosi osztály többször állásfoglalt már a úgynevezett alternatív medicina, vagy komplementer medicina gében. Ez az állásfoglalás azonban alapvetően arra épül, hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás szerint ma már meg lehet határozni, hogy egy gyógyeljárás hasznos-e a betegeknek, vagy nem, illetve hogy a betegek 10%-ánál lehet ezzel terápiás eredményeket elérni, vagy diagnosztikus szempontból, mikor jó egy eljárás, és mikor nem. Mi számít az önök szemszögéből áltudományosnak? Hát ami a beteg érdekében semmilyen előrelépést nem jelent. Ugye ismerjük például a placebo hatást is, tehát hogyha a beteg azt hiszi, hogy gyógyszert vesz be, akkor lehet, hogy jobban van. Lehet ilyen hatása egy-egy ilyen kezelésnek, hogy azt hiszem, úgy gondolom, hogy az azt nekem jó? Azt feltételezik, hogy a homeopátiás kezelésnek az idézőjelbe sikere ezen alapul. Azonban a bizonyítékokon alapuló orvoslásnak egy nagyon lényegi szempontja az, hogy a placebo hatás is ezzel mérhető. Tehát minden ilyen eljárásnak, hát ez egy nagyon komplex metodológia, ez egy külön tudományterület, de a kontrollkísérlet az mindenütt ott van. Amikor a szerhez hasonló kiszerelésű, ugyanolyan kapszulába vagy tablettába, mint a hatásosnak vélt anyag, beadnak valamit, amiben nincsen az a molekula, amit hasznosnak vélnek. Ez a placebo klasszikus meghatározása. Meg lehet ezt mondani, hogy mi az, amikor a betegeknek használtan, hogy valójában anyagot tartalmazott volna. Mondjuk egy cukorbetegség ellenes szernél meg lehet mondani, hogy mi használ és mi nem. Mondjuk, ha már a homeopátiát említette, ugye vannak gyógyszerek, amiket akár gyógyszertárban is kaphatunk, homeopátiás szerek, akkor azok nem gyógyszerek? Na most ez egy nagyon érdekes és nagyon lényegi kérdés, amit felvetett. Az állásfoglalásnak egyik lényegeleme az, hogy a homeopátiát nem tekinti komplementer medicina eljárásnak, mert a komplementer medicina olyan eljárásokat tartalmaz, amiknek van hatása.
homeopátiás szerek adásának nincsen hatása. Ez a bizonyos európai akadémiai kezdeményezés pont azokon a megfigyeléseken alapul, hogy az Ausztrál Tudományos Akadémia szedett össze, és aminek a lényege az az, hogy a elérhető irodalomban megjelent közlések szerint homeopátiás eljárásokkal semmilyen exakt hatás nem érhető el. Tehát itt nem arról van szó, hogy ez jó vagy nem jó, használ, nem használ, mert a szomszéd azt mondta, hogy. Itt arról van szó, hogy betegek egy csoportján ez ma bizonyítható. Ezek objektív módszerek, és objektív alapon kijelenthető, hogy valami használt-e, vagy nem használt. Én a családomban is ismerek olyat, aki esküszik, hogy neki a homeopátiás gyógyszer fogfájása is jó. Hát szedje. Itt nem arról van szó, hogy a homeopátiás szereket be kéne tiltani, mindössze arról van szó, hogy a gyógyszer fogalmát esetükben nem felhasználni. Mert ma az, hogy egy anyagot gyógyszernek nyilvánítsanak, az iszonyú sok pénz és iszonyú sok munka eredménye. A homeopátiás szereknek a kísérleti fázisát, ha egyáltalán ezt a szót használhatom, nem ismerem. De egy biztos, hogy a homeopátiás szereknél nem beszélhetünk második fázis, harmadik fázis vagy negyedik fázis klinikai kipróbálás vizsgálatokról, mert azok nincsenek. Hogyha alternatív gyógyászatról beszélünk, akkor az embernek például beugrik a kínai orvoslás. Magyarországon is van olyan egyetem, ahol tanítanak kínai orvoslást. Akkor az most orvoslás, vagy nem orvoslás? Hát a kínai orvoslás egy nagyon speciális terület a medicinának. Nagyon komplex dologról van szó. A kínai orvoslás egyes területei azok, amiket elfogadottnak tartanak, ami a komplementer medicina tárgykörébe tartozik. Vannak ennek vitatott részei, például az akupunktúra és más eljárások, de itt nem a teljes kínai gyógyászatról beszélünk, hanem annak bizonyos területeiről. A televízióban lehet például látni távgyógyítót. Az alternatív gyógyászat? Nem. Alternatív gyógyászat az az, ami gyógyászat. Én nem látom a távgyógyítóba a gyógyítót. Lehet, hogy azért, mert nagyon távol van. Terveznek-e konkrét lépéseket? Ugye itt most beszéltünk gyógyszerekről, amik nem gyógyszerek, gyógymódokról, amik nem gyógymódok. Lehet ez ellen valamit tenni? Az orvosi osztály nem egy operatív testület abban az értelemben, hogy nincs jogköre. Az orvosi osztály egy tanácsadó testület. Az egészségügyi tudományos tanácsomnak én az elnöke vagyok jelenleg, azt tette ebben az ügyben, hogy kezdeményezte, hogy Magyarország a homeopátia fogalmát vesse föl európai szinten. Az Európai Uniós szerződés alapján a magyar gyógyszerkörnek igazodnia kell az európai jogszabályokhoz. És Európában a homeopátiás gyógyszer fogalma elfogadott. Ezt mi szakmailag túlhaladottnak gondoljuk. Ahhoz, hogy Magyarországon jogszabályváltások szülessenek, az először Európában kell jogszabályváltásoknak születnie, és mi azt javasoltuk, hogy ezt Magyarország kezdeményezze. Ezt tudjuk tenni. Mi nem vagyunk operatív helyzetben, mi javaslatokat tudunk tenni, amit vagy megfogadnak, vagy nem. Egyébként ezeket a javaslatainkat szóban is megfogalmaztuk Kásár Miklós miniszter úrnak. Teljesen pozitívan fogadta a kezdeményezésünket. A professzor úr nyilván jóval több szomorú történetet ismer nálam, mert velem összehasonlítva, de közszájon forog számos szomorú történet közéletileg ismert emberekről, akik ilyen gyógymódokat kipróbáltak, és akkor fordultak orvoshoz, amikor már késő volt. A közhiedelemmel ellentétben a daganatos betegségek egy része gyógyítható megfelelő időpontban és megfelelő módon kivitelezett eljárásokkal, és ha valaki ezt elmulasztja, akkor sokkal rosszabb helyzetbe kerül. És adott esetben azért mulasztja el, mert abban reménykedik, hogy szakmailag nem bizonyított mendemonda alapján terjedő eljárások majd megoldják a problémáját. Ez azonban nem szokott bekövetkezni. A betegségek megelőzésében lehet szerepe az olyan gyógyszereknek, amik nem gyógyszerek, amikről ugye korábban beszéltünk? Tehát mondjuk a népi hiedelem, nem tudom én, ha fokhagymát eszem, akkor nem fogok megfázni. Hát te nem tudok mit mondani, mert ugyanis nagyon sok népi hiedelem az objektív tapasztalatokon alapult. Híres történet a kínai természetgyógyászati szerről kifejlesztett gyógyszerért kapott Nobel-díjat. Tehát itt hatóanyagok adott esetben a természetgyógyászatból jöttek. Tehát nem vitatjuk azt, hogy hihetetlen sok népi tapasztalat van ezen a téren, de ezeknek egy része megalapozott, egy másik része meg esetleg nem megalapozott. Erre való a tudomány. Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.
múlva ugyanitt, ugyanekkor.